Én szeretem őt, nagyon-nagyon sokat szinkronizáltam az elmúlt 20, nem is tudom hány éven már, úristen, 20-21 év alatt, igen, mert 21 éve van jó barátok. Nagyon-nagyon sok filmét megcsináltam, általában engem hívtak. Mondhatom azt, hogy minden rezdülését ismerem már. Tehát így könnyű az én helyzetem, jó barátokból kifolyólag, mert akkor azért eléggé összeszoktunk. És hogyan emlékszel vissza a jó barátoknak az indulására? A jó barátok indulása az úgy zajlott, hogy volt a Ajtósi Dürer soron egy szinkron stúdió, akkor úgy hívták, hogy egy stúdió. Most is megvan, de most az Aktívnak a stúdiója. És ott dolgozott, aki a stúdió volt, a Mohácsi Emil, aki nekem nagyon-nagyon kedves kollégám volt, hiszen én főiskolásként kezdtem nála, és nagyon sokat dolgoztunk együtt. Még akkor a Pannonia filmstúdióban. És fölhívott, hogy van itt egy ilyen kis aranyos kis valami, az egyik szerepet rádosztottam. De tudod, ezt a barna hangodat vedd elő, mert meglátod, nagyon helyes a lány. Tehát mi úgy mentünk oda hatam, hogy egyrészt nagyon jól éreztük magunkat, mindig szétröptük a forgatásokat, hogy ezt nem lehetett kiszámítani, hogy ebből mi lesz. Tehát elindult egy ilyen kis jó pofa valami. Nagyon helyes volt, aranyos volt, tetszett. Mondom, senki nem gondolta volna, hogy ez így kinövi magát, és egy ekkora kulcsorozat lesz belőle, hiszen 20 éve ez, mint a Schleifni, így megy minden csatornán. És sokáig kellett keresgetni a hangot? Nem. Persze az én hangom is változott a felvételek során, hiszen az első részekben azért a Cox egy ilyen kicsit olyan visszafogottabb lányka volt. Na most a szinkron azért jó, ha színész szinkronizál, mert hozzáteszi a tehetségét. Tehát lehet egy ilyen generál hangot rátenni mindenféle figurára. A színész az pedig látja, hogy ő milyen, és az alapján dolgozik. Tehát amit mondok, hogy eleinte ő is egy ilyen visszafogottabb, tényleg ilyen kis barna kislány volt, aztán elszapadult a pokol, tehát feje tetején állt minden, és utána kellett mennem, természetesen. Úgyhogy a fiam, amikor megnézte a sorozatot, most már ugye 16 éves, és eléggé szereti, és már így nagyobb korában láttam, mint amit 13-14 éves volt, és én nem voltam otthon, és azt mondja, hogy anya, elkezdték vetíteni a jó barátokat, de szerintem ezt leszinkronizálta valaki más. Az biztos, hogy nem te vagy. Hát mondom, én nem hiszem. És meghallgattam, mondom, nem szívem, ez is én vagyok, csak nézd meg a lánykát, hogy mennyire másképp viselkedik, mint már a későbbi részekben. Éreztétek a sorozat népszerűségét? Mondom, akkor nem. Tehát akkor ez úgy nem volt akkora szenzáció. Tehát ugye az év végére, talán amikor, sőt úgy volt, hogy leforgattunk 12 részt, és talán egy évig nem is nyúltunk hozzá. Ők ott kint forgatták, de nem jöttek be a új részek. És akkor egyszer csak így bezuhant két évad, azt megcsináltuk, és kiderült, hogy erre vevő a közönség, és igenis van rá igény. És onnantól fogva sok visszajelzés volt, hogy fú, ez milyen aranyos, meg mennyire szeretik nézni. Úgyhogy első körben nem lehetett kiszámítani, hogy ebből mi lesz. Már nagyon régen volt a sorozat, de egy momentum nagyon megmaradt bennem, amikor kiderül, hogy vagy a Mónikának, vagy a Rossznak, hogy kivel volt az első csókja. Aha. És én ott már úgy éreztem, hogy ez már egy kicsit túlzó, hogy már nem tudnak mit kitalálni. Neked ezzel kapcsolatban milyen emlékeid vannak, illetve neked vannak-e kedvenc pillanataid a sorozatból? Hát már régen volt. Régen volt, tehát így igazából nem tudok kiragadni momentumokat. Azt tudom, hogy az a 10 év munka, amíg ezt mi csináltuk, addig egy nagyon jó hangulatú, nagyon sokat röhögtünk. Mérhetetlen mennyiséget röhögtünk rajta. Tehát egy nagyon helyes sorozat volt. De úgy én soha nem láttam egyben, tehát igazából nem tudtam azokat a részeket, amiket éppen csináltam, azt láttam. Tehát amikor így rákérdezett újságíró, hogy mit tudom én a liba,
És akkor úgy álltam, hogy liba, hát hol volt ebbe liba? Néha libáról beszélünk. Vagy kacsa. És amikor megnéztem már a gyerekkel később, amikor lerángoltott, hogy na, akkor nézzük együtt a sorozatot, és mondja, jaj, mondom, tényleg ott van a csirke, meg a kacsa, vagy nem tudom micsoda, hogy tényleg benne van. Tehát úgy, egy, ami úgy megmaradt bennem, hogy elmentek valahova nyaralni, szerintem akkor már házasok voltak, és pingpongoznak, mint az őrület, és a nagyon szépen befésült Mónika, aki mindig ilyen nagyon tühtig, és tisztaság, és rendmániás, ott áll csuroglóra róla a veríték, és az egész haja így föl van ugorva, mert hogyha a meleg levegő éri, meg pára, akkor begöndörödik a haja. És ez úgy megmaradt bennem, az enyém is ilyen, úgyhogy ezzel röhögtünk a gyerekkel, hogy na anya, tessék, találkoztatok. A született szinglik az nekem egy kicsit utóérzése a jó barátoknak, tehát itt is ilyen három fiú, három lány van, házaspárokban, és szerintem nagyon jó figurákat találtak, és senkinek nem akarok itt, de szerintem nagyon jók ráhangok, akik csinálják. Nem az én figurám, a többiek, tehát nagyon jó szinkron hangokat találtak rá. Nagyon tehetséges kollégáim dolgoznak rajta. Meg előtte volt a Dört, a heti lap című, nem tudom, hogy ezt láttad-e, abból talán 12 rész készült. Tehát az egy teljesen más stílus volt. Tehát nem ez a, amit megszoktunk tőle, hogy ő egy ilyen laza kedves csaj. Ott egy újságírót játszott, és teljesen más karakter volt. Azt is itt csináltuk ebben a stúdióban, és amikor elkezdtük, akkor mondta a rendező, hogy hát ezzel most megküzdünk, mert amit idáig megszoktunk tőle, most így megfordult az egész, és teljesen más. Valószínűleg, hogy nem is igazán fogadták el, tehát abból nem lett több rész. A színészén szerepelt mozikfilmekben is az egyik volt a Sikoly. Igen. Aminek az az érdekessége, hogy az első részben még a te hangodon szólalt meg, később pedig nem, ennek lehet tudni, hogy mi volt az oka? Igazából nem tudom. Az első, természetesen, amikor ugye bejött a film, a megrendelő az ragaszkodott az eredeti hanghoz. Így aztán ugye én csináltam. Aztán jött a második rész, és egy másik rendezőhöz került, akit rohadtul nem érdekelt az, hogy én vagyok neki a hangja tizenvalahány éve. Ő úgy döntött, hogy egy másik kollégina lesz a hangja. És onnantól fogva őt tartották még rá. De amikor jött most, negyedik része volt, vagy nem is tudom, most volt megint. Igen. Talán a Synchron Systems-ben. Aha, igen. És ott kérdezték tőlem, hogy ugye te csinálod. És mondom, hogy én most tudtam meg egyáltalán, hogy jött belőle új rész. Tehát ennyire nem. És az az érdekes, hogy Nárai Erika lett, aki ugye Janice volt a jó barátomban. Igen, igen. De ez nézőként szerintem még jobban, még inkább zavaró. Hogyha mondjuk a Courtney Coxot nyírőbe a szinkronizálná, azt igen, nem tudnám úgy elfogadni, mint egy teljesen más ismeretlen színész, igen, aki nem volt, igen, a jó barátokban, ő csinálja. Igen. Mert legutóbb is volt egy Courtney Cox vendég szerepelt valahol, és ott se téged hallottunk. Nem az volt a Lisa Kudrow-s sorozat? De egy Lisa Kudrow-s sorozat. Aha. Lehet az a webkamerás, az Skype-os. Igen. Teljesen véletlenül tudtam meg, hogy nem én csináltam. Valamelyik kollega mondta, hogy fú, és akkor hogy nem te voltál a filmben? Milyen filmben, hol? És így tudtam meg, hogy igen, volt egy ilyen webkamerás, és igen. Sőt, magától a nyírőbeától tudtam meg egész pontosan. Mert voltunk együtt egy műsorban, ugye 20 éves volt a jó barátok, és ott ő mondta, hogy hát hogy nem te voltál. Azt se tudom, miről beszélünk. Föl se hívtak. Ez érdekes, mert ugye a nyírőbeával megcsinálták. Hát itt is rendező kérdésekből. Jó tudni ezeket a dolgokat, mi akkor mi nézünk, mindig arra gondolunk, hogy biztos nem értetek rá, vagy nem tudtátok elvállalni. Előfordul, nem arról van szó, előfordul, de azért nagy többségében. Speciális az én esetemben nem. Tehát én egyeztethető lettem volna, csak nem hívtak fel.